A pannonhalmi főapátság körül sétál a norvég katasztrófa védelmi delegáció. Hétfő óta vannak Magyarországon. Ez alatt például az árvízi védekezésről és a lakosságvédelemről cseréltek tapasztalatot. Azt mondták, nagyon jó benyomásaik vannak az országról. Úgy gondolom, hogy katasztrófa védelem tekintetében Magyarország az élen jár. Feltétlenül ki kell emelni az önkéntesek munkáját, akik például az árvízi helyzetben is komoly összefogásról tettek tanúbizonyságot. Ezt a szemléletet minden európai országnak követnie kellene. A delegáció egyébként a norvég alap segítségével érkezett az országba, hogy találkozzanak magyarországi kollégáikkal. Ennek a programnak az egyik kiemelt célja a katasztrófavédelemnél beindított őrsprogramnak a támogatása. Célunk, illetve a programnak a célja az, hogy minél elősegítse azt, hogy a lakosság minél több információhoz jusson, minél közelebb vigyük a védekező erőket a lakossághoz, illetve az őrsprogramba kialakított őrsök állományának a felkészítésében is segítséget nyújt. A néhány nap alatt a látogatók megismerkednek a Magyar Katasztrófavédelem szervezeti felépítésével is.